Üdvözlök mindenkit a Videodron filmes csatornán, ismét egy hosszabb videóval készültem nektek, mégpedig a Star Wars előzmény trilógiáról. Kérlek, amennyiben tetszett a tartalom, egy feliratkozással támogasd a csatornát. A videó célja, hogy az általános kritikákat figyelembe véve találjak néhány olyan pontot, amivel fel lehetne javítani a trilógiát. Természetesen nem vagyok forgatókönyvíró és Star Wars szakértő sem. Inkább csak néhány lehetőséget vetnék fel. Amikor 1999-ben bemutatták a baljós árnyakat, előtte mindenki nagyon izgatott volt. Azonban a lelkesedés hamar letört, és nagyon sokan minden idők legrosszabb Star Wars filmjének nevezték, egészen a Skywalker koráig. Ez a fajta csalódottság akárcsak az új trilógia esetében a bevételekre is kihatott. Ha az IMDb-n nézzük a közönség által leadott szavazatokat, akkor még mindig a baljós rendelkezik a legrosszabb értékeléssel. Azonban azt be kell látnunk, hogy előzményfilmet készíteni egyáltalán nem egyszerű dolog, ahogy ezt a hobbit, vagy éppen a legendás állatok is bizonyítják. Egy ilyen trilógia megalkotásánál számtalan nehézséggel kell megküzdenie az alkotóknak. Hogy úgy fogalmazzak a sztori esetében nem igazán tud meglepetéssel szolgálni egy ilyen filmhármas. Ráadásul a Star Wars egyébként is speciális, hiszen az előzmény sztori néhány kisebb eleme is előre ismert volt. Például pontosan tudtuk ki marad életben és ki hal meg. Nyilván összességében ez az élmény nem rontja, de azért befolyásolhatja. Mégis a legnagyobb hátránya az az, hogy az alkotók keze nagyon meg van kötve kreativitás szempontjából. Egy filmnél mindig nagyon fontos a karakterfejlődés. Egy előzmény mozi esetében ebben a dologban is kötve van az alkotók keze. Mivel a Star Wars esetében pontosan tudtuk, hogy a karakter honnan indul és hová jut, így maximum az út lehet érdekes. Ráadásul az előzmény trilógiát úgy építették fel, hogy ha egy-két dologtól eltekintünk, akkor Anakinnak egy filmje van átalakulni Darth vader -ré. Mondjuk hozzátenném, hogy a szóló moziban még ezeket az apróságokat sem tették meg, így ennek köszönhetően a két filmben látható Han szólót szinte alig lehet összehasonlítani. Egy másik fokozott probléma a Star Wars előzmény trilógiával kapcsolatban, hogy minden rajongó fejében éltek bizonyos elképzelések. Milyen volt Anakin Skywalker fiatalon, honnan származik Boba Fett, illetve mi is az az erő. Sokszor ezek az elképzelések jobban működnek a fejekben, mint ahogy ezt egy előzmény trilógia fel tudja tárni. Ráadásul a Star Wars-nál tovább mélyítette a problémát a rengeteg megjelenő képregény, illetve regény. Néha egy háttérsztori a fejünkben sokkal jobban néz ki, mint ahogy azt az alkotók meg tudják valósítani. Az előzmény filmeknek még egy dologgal meg kell küzdeniük, ez pedig a fanservice. Ebben a tekintetben a Star Wars előzmény trilógia néhány pontján jól működik, más pontokon kevésbé. A baljós árnyabban a c 3 beletuszakolásának nem sok értelme van. Ugyanakkor ha azt nézzük, hogy a kezdeti tervek között szerepelt Krídó, illetve Han Solo megjelenése, ehhez képest Lucas visszafogta magát. És ennek kapcsán felvetül egy másik kérdés, mégpedig, hogy egy előzmény trilógia mennyire élvezhető azok számára, akik nem látták az eredetit. Pont ezért szerintem egy előzményfilm akkor tud igazán jól működni, hogyha egy önálló sztorit ölel fel, ami pár ponton kapcsolódik a nagy előthöz. Azonban elengedhetetlenül fontos, hogy története önállólag is megállja a helyét. Erre talán az egyik legjobb példa az Új Majmok bolygója trilógia. Ezek után most már tényleg rátérnék a Star Wars előzmény filmekre. Először is leszögezném, hogy ezeknek a moziknak van egy óriási erénye, mégpedig, hogy elképesztő módon kiszélesítették a Star Wars univerzumot. Átnézve különböző weboldalakat és szavazásokat, általánosnak mondható az a vélekedés, hogy az emberek kb. a Bajós közepesnek tartják, a klónok támadását kicsit jobbnak, a Szitek Bosszúját pedig a legkiemelkedőbbnek az előzmény trilógiából. Többször találkoztam azzal a vélekedéssel, hogy a Bajós óriási élmény volt annak idején moziban látni, de utána folyamatosan veszített a film az erejéből. Összességében, amikor bemutatták moziban, rendkívül negatívan fogadta a néző közönség. Minden esetre az biztos, hogy a filmnek vannak egészen kiemelkedő jelenetei, mint például a párbaj, vagy éppen a fogatverseny. A klónok támadásának esetében, amit leginkább sokan sérelmeztek, az a dialógusok. Magát a történetet a legtöbb ember szerette, de inkább Palpatine vonalát, nem pedig Anakinét. Azt pedig nyugodtan leszögezhetem, hogy a szerelmi szálltól szinte mindenki ki volt borulva. A harmadik filmmel kapcsolatban azonban a nézők többsége pozitívan nyilatkozott. Többen megemlítették, hogy a szitek bosszújának tényleg van sztoria, és el akar valamint mesélni. Megfelelően van ábrázolva Anakin és obi van érzelmi háttere, és nagyszerűen születik meg az uralkodó. Amit még nagyon sokan kiemeltek, hogy a filmben tulajdonképpen nincsenek üres járatok. Ahhoz képest, hogy az első két filmben mindenki szít Hayden Héden t a harmadik mozi esetében kiemelték teljesítményét. Nézzünk néhány olyan sarkalatos pontot, amit egyértelmű kritikaként fogalmaztak meg az emberek az egész komplet előzmény trilógiával kapcsolatban. Az első annak ellenére, hogy George Lucas nyilatkozta azt, hogy speciális effektek egy nagyon jó dolog, de nem működnek történet nélkül, ezt úgy tűnik ő maga is elfelejtette. Kétségtelen, hogy főleg az első két mozi esetében nagyon rajzfilmszerű és steril a CGI. Ugyanakkor azt is meg kell említenünk, hogy a Star Wars filmekkel együtt fejlődött a technika is. Tehát egyértelműen a szitek bosszúja sokkal jobban néz ki, mint a bajós árnyak. De azt is el kell ismernünk, hogy a bajós árnyak effektjei felett elszállt az idő. Sokan nem voltak kibékülve azzal, hogy odát láthatjuk vívni, illetve a midiklorianokkal sem. A következő pont, amit sokan megfogalmaztak kritikaként, a dialógusok színvonala. Nos, ez leginkább a klónok támadásában ütközik ki, de az a helyzet, hogy az első két film esetében ennek tekintetében súlyos komoly problémákat vehetünk észre. Egy következő pont a rossz színészi játék, és leginkább Hayden Christensenre kiélezve a kritika. Valójában elég nehéz eldönteni, hogy itt kihibázott, hiszen a szitek bosszójának esetében egész jó alakítással rukkol elő a színész. Simán elképzelhető, hogy a koncepcióval voltak gondok, nem pedig a képességeivel. Ehhez kapcsolódik egy következő kritika, mégpedig az, hogy Anakin karakterét nem megfelelően építik fel a filmek. Az, ami a harmadik fejezetben történik vele, egészen érthető, de az, ahogy eljutott idáig, sokkal kevésbé. Szinte mindenki kiemeli kritikaként, hogy George Lucasnak a szerelmi szálat nem sikerült megfelelően összeraknia. Itt is kétségtelen, hogy néhány dolog túl gyorsan történik, és nincs meg igazán az érzelmi háttere. Ezek után rátérnék néhány apró módosításra, melyekkel talán fel lehetne javítani ezeket a mozikat. Az első és a legfontosabb Anakin karaktere és Héden Christensen, ami leginkább látszik a többi színészhez képest, hogy mondjuk például Ewan McGregor élvezi a szerepet, addig Héden Christensen inkább erőlködik. Néhány jelenetben kifejezetten természetellenes és kellemetlen. Ez leginkább a klónok támadásában ábrázolt szerelmi szál esetében csúcsosodik ki. Úgy tűnik, hogy a színész rosszul fogta meg a szerepet, de elképzelhető, hogy a koncepcióval is voltak komoly problémák. Ugyanis fel kell tennünk a kérdést, hogy az előzmény trilógia alapján mit tudunk egyáltalán Anakinról. Egész egyszerűen Padmével való kapcsolata nincs megfelelőképpen megalapozva. Ezen kívül is rengeteg lehetőség lenne a karakterben, mind a motivációját, mind pedig a belső utazását tekintve. Talán obi vannal való kapcsolata is lehetne mélyebb, így még jobban működne a harmadik részben látható dráma. A következő apró változás Duku karakterét érinteni. Sajnos összességében a trilógia nem aknázza ki a karakterben rejlő lehetőségeket. Egészen nagyszerűen építi fel a karaktert Lucas a klónok támadásában, majd utána a szitek bosszójának elején egyszerűen kivégzi. Véleményem szerint Duku sokkal jobban működne akkor, hogyha egyfajta középvonalat testesítene meg a szitek és a Jedi közt. Akár játszhatna mindkét oldalra, úgyhogy leginkább saját érdekeit nézi. Egy következő pont, amit feljavítanék, Anakin átfordulása ebben óriási segítség lehetne az, amit egyébként Lukasz meg is pendít a filmben, mégpedig, hogy a Jedi rendszeresen biztos, hogy teljesen tökéletes. Mondok egy nagyon egyszerű dolgot, mi van akkor, hogyha a Jedik tényleg át akarják venni a köztársaság irányítását a nagyobb jó érdekében. Így már sokkal egyértelműbb lenne Anakin örlődése. Ahogy a régi vicc mondja, nem biztos, hogy a sátán gonoszabb az Istennél, csak rosszabb a piárja. Ehhez hozzátartozó módon akár a Jeti tanácson belül is lehetnének bizonyos renegált elemek. Például Windu mester karaktere egyáltalán nem biztos, hogy minden tekintetben ugyanazt gondolja, mint Joda. Nézzünk néhány súlyosabb változtatást, melyek komolyabban érintenék az előzmény filmeket. Alapvető problémának tartom, hogy szerintem ezeknek a moziknak arról kellene szólniuk, hogy Anakin hogy bukik el. Még azt sem mondom, hogy feltétlen ezért az ő karakterének kellene a középpontban lennie, de a történetnek ez kellene, hogy képezze a magját. Úgyhogy én egy éles váltással az egész gyerek Anakin sztorit kukáznám. Akár az előzmény trilógia némi variálás után nyugodtan kezdődhetne a klónok támadása filmmel. A szitek bosszúja maradna a helyén, azonban lenne egy másik középső film, ami a klónháborúról szól ennek a három filmnek az eseményei során talán egy picit jobban lehetne érzékeltetni azt, ami Anakin karakterével történik. Így tulajdonképpen a figura átalakulását nem az utolsó filmben kapnánk meg, hanem lépcsőzetesen. Maga a klónháború rengeteg lehetőséggel kecsegtet. Eközben nyugodtan el lehetne mélyíteni Anakin és Padmé kapcsolatát, illetve Palpatinehoz fűződő viszonyát. Anakin pálfordulása, hogy megmentse Padmét, nem feltétlenül rossz ötlet, csak nincs neki kellőképpen megágyazva. Azonban, ha szerelmük a trilógia első darabjában már elkezdődik, akkor ez sokkal jobban működhet. Egy klónháború film rengeteg lehetőséget tartogatna azzal kapcsolatban is, hogy Palpatine hogy győzi meg Anakin-t. Ki lehetne teljesíteni, hogy Anakin miért tartja képmutatóknak a Jediket, és hogy kezd el vonzódni a sötét oldalhoz. A harmadik részben akár lehetne egy olyat is húzni, hogy Padmé Anakin szemszögéből tényleg a Jedik miatt hal meg. Vagy akár az is egy opció, hogy Anakin tényleg megöli Padmét, és a Jediknek sikerül valahogy megmentenie a gyerekeket. Ezekkel a változásokkal kapcsolatban leszögeznék egy nagyon fontos dolgot. George Lucas nem egy kiemelkedő rendező. Iszonyatosan kreatív koponya, rengeteg nagyszerű karakter, történetet, illetve világot talált ki. Ugyanakkor, amit nagyon becsülök benne, hogy rendezői képességeivel ő is tökéletesen tisztában van. Az előzmény filmek kapcsán szinte mindent elkövetett azért, hogy ne neki kelljen őket dirigálnia. Sajnos azonban ez sok dolog miatt nem jött össze, ezért készerpályára került. Végül nézzünk egy olyan történetet, ami teljes mértékben függetleníti magát a most létező előzmény trilógiától. Először is ebben a sztoriban Obi-Wan karaktere a főszereplő. Mint ahogy említettem, a történet magja legyen Anakin átalakulása, de nem feltétlenül úgy, hogy az ő karaktere van a középpontban. Ebben a történetben nem lenne Jar Jar, de nem azért, mert idegesítő, hanem azért, mert felesleges. Wagon ugyanúgy szereplője lenne a történetnek, de Anakinnal nem gyerekként találkoznának, hanem tinédzserként. Ugyanakkor a fogatverseny, mivel a bajós egyik legjobb pontja, mindenképpen szerepelne ebben a sztoriban is. Joda megjelenését mindenképpen hanyagolnám az első moziban, inkább csak beszélnének róla. Anakin egyre jobban tudatába kerülne kiemelkedő képességeinek, Palpatine pedig kiveti rá hálóját. A bajós árnyak végén lévő három szálon futó akció jelenetet összefésülném egyé. Majd megjelenik Darth Maul, és megöli qui Véleményem szerint a karakterben rengeteg fantázia van, így nem ölném meg az első rész eseményei során. Vagy ha Obi van ketté vágja, akkor is tudatába lenne annak, hogy visszatérhet akár csak a háttérirodalomban. Ennek a dolognak óriási jelentősége lenne a későbbiekben Obi van motivációit tekintve. Eközben akár az is kiderülhet, hogy Pálpatin opciónak tartja obi wan átállítását is. Így bár az első filmben megismerkedhetünk Anakin karakterével, de valójában arról szól, hogy obi hogy lesz Jedi mester. A második filmben Anakin tekintetében nem a szerelmi szára koncentrálnék, hanem obi való barátságára. Magát a klónsereg felállítását egyértelműen Pápatinhoz kötném, és nem feltétlenül erőltetném a hátteret. Ennek kapcsán némi feszültség is kialakulhat, és megjelenhet Joda. Anakin és obi van, nem szedném szét, hanem együtt indulnának küldetése, hogy tárgyalóasztalhoz ültessék a szeparatistákat. Amikor ez sikerül, akkor a béketárgyaláson megjelenhet Padmé, illetve Duku is. A tárgyalás során kiderül, hogy a szeparatistákat is kiátszották, és megjelenik Darth Maul. A kialakuló harcnak az vet véget, hogy megjelenik a klónsereg. Maul pedig ismét elmenekül. Közben Windumester, Joda és Obi van arra gyanakodnak, hogy ennek a történetnek több szereplője van, mint amit látnak. Obi van után indul, hogy válaszokra lejjen. Eközben tovább lehet vinni az Anakin és Padmé szerelmi szállat. Miután obi van megtalálja Dukut, az felfedi neki, hogy Sidious megkereste azzal, hogy álljon az oldalára. Arról is beszámol, hogy a City irányít mindent a háttérből, és a szenátusban is vannak emberei. Ezután megjelenik a klónsereg, meghalt Duku és obi van elmenekül. A történet lezárásában nem sok változás lenne a szitek bosszújához képest. Amit cserélnék, hogy pálpatin megmentésénél a két Jedinek nem Dooku-val kell harcolnia, hanem Dártmollal. Mivel ez a történet valamivel többet foglalkozna Anakin és Palpatine kapcsolatával, ezért tulajdonképpen, amikor kivégzi Dártmold, abban a pillanatban érintené meg a sötét oldal. Miután ezt megteszi, valamilyen pozícióba kinevezi Pálpatin, a Jedi tanács pedig eltanácsolja. Eközben a megmaradt szeparatisták elrabolják Padmét. A köztársaság egyesített serege lecsap a szeparatistákra, a bázisuk pedig elpusztul. Ha szükség van egyáltalán a 66-os parancs kiadására, az megtörténhet -e közben. Bár akár lehet az is a felállás, hogy rengeteg Jedi meghal a csata során. Anakin pont akkor érkezik, amikor látja, hogy a bázis felrobbant. Azonban Padmét előtte sikerült Toby-vannak kimenekítenie. Amikor találkozik Anakinnal, látja rajta, hogy mennyire elborult, és nem hajlandó megmondani neki, hol van padmé, és összecsapnak. Egy megtört barátság, illetve egy mester és a tanítványa csatáját láthatjuk. Eközben ugrunk Pálpatira, akihez besétál Yoda, és közli, hogy tudja, hogy az egészet ő szervezte. Beszélgetésük során azonban rájön joda, hogy már nem igazán tud ellene semmit tenni. Így harc nélkül távozik. Miután Padmé magához tért, Obi-Wan közli vele, hogy Anakin meghalt, elnyelte a sötét oldal. Végül zárásképpen megtudhatjuk, hogy Padmé terhes. Ennyi lett volna az alternatív sztori nyilván ezek a változások egymás nélkül is működnek. Nem feltétlenül az összeset kell nézni, néhány jelen változtatása is javíthatna a filmeken. Hozzátenném, én nem vagyok forgatókönyvíró, ezek csupán ötletek, illetve internetes kutatás eredményei. Ennyi lett volna a Star Wars előzmény trilógia feljavítva videó, remélem tetszett, ha tetszett kérlek nyomj egy lájkot. A videó alatt a leírásban megtalálod a csatorna Patreon oldalának linkjét, ahol lehetőség van a támogatásra. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!